Jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes hétvégét, aki teheti. Én ez a késői nyári reggelen, gyönyörű szép napsütés kezdődik ki a 7 óra fele, elindulok ebben a csodával dolgozni. Legalább ennyi örömöm legyen az életben. Igen, ez nagyon fontos. És nagyon ritka, nagyon keveset gyártottak belőle, 5-7 V8 dízel. Csodálatos állapotban van, eladó, aki megveszi, az nagyon jó jár vele, csak a restaurálása volt 10 évvel ezelőtt 7 millió forint, el lehet vinni 5,5 millió forintért. Úgyhogy az autó jelenleg vadonatúj, makulátlan, csodálatos. Hát és aki fogyasztás fanatikus, annak kiváló, mert hogy maximum 10 literre el lehet vele járni, akár szalonna zsírral is, mert ez még a igénytelen dízelmotor. Próbálom érzékeltetni a formáját. Megmutatom belülről is egy pillanat. Hát itt látható a akkori kor igényessége. Nem műanyag, hungarocell, meg mindenféle ócska, újrahasznosított anyagból készült fostalicska. Gyönyörű gyári kárpitok. Simogatóan sejmesek, minden gyár eredeti, rádiótól kezdve klímáig. Itt van a másik oldalról. Hát, hiba. Azt mondani, hogy nulla, még karcolás sincs rajta. Még ez a lámpa is gyönyörűen virágít. Minden elektromos, kivéve a tükör. Ami egy ilyen kalantyúval állítható, de nagyon precízen, úgyhogy az se probléma. Van neki egy gyönyörű vastag gépkönyve. Hát a szájmaszkot azt ne nézzétek, azt csak a barmokra találták ki. Így én is az vagyok, mert sajnos nem engednek be sehova már nélküle. Megmutatom a motort. Hát itt van az a valódi csoda, ami hajtja ezt a batárt. Minden nehézség nélkül. Gyönyörű szép. Minden a helyén. Úgy, hogy annak föltalálták, kitalálták. Az embléma ez kötelez. Bocsánat, a motort azt elfelejtettem. Motort, ja, csomagtartót elfelejtettem megmutatni nektek, de hát akkor, amint egy tömegszállás, szóval óriási. Na hát így duruzsol, megyünk vele dolgozni szépen, teszi a dolgát, vált. Nem kell vele szégyenkezni, a kacek megvan, viszont fogyasztásilag a leges legjobb. Amerikai autó. Nem sokáig gyártották, ahogy mondtam, visszatértek a benzinesre, mert hát anno az olajválság miatt csináltak egy pár darabot csak.
megy is, ha kell. Sok hülye fekvő rendőr. De legalább rendőr feküdne itt, ne a kövek. Szívesebben átmennék rajtuk. Ez Pestimre úgymond centruma. Szeretem, itt lakok már több mint 20 éve. Csendes, kultúrát. Ugye folytatom, mert sok barom itt a másik autóból néz. Na, itt vagyok. Haladok befele a munkahelyemre. Akkora undorral, hogy elképzelni nem tudjátok. Tehát én úgymond dolgozok, aki irigyli tőlem ezt, amit én cserébe kapok, vagyis élek, az bújnosson el, és várja otthon a sült galambot a fotelba. Szombat hajnal van, és már gurulok befele szerencsét próbálni. Nagyon szépen megy ez a tank, na hát nem. Kicsit még fáradt vagyok, nézzétek el nekem, mert a pihenés az nálam luxus. Mit csinál kell, van most szegény motorosra, hagyom, hagy zümmögjön előttem. Sokára meg is érkezek. Egy lovas kocsi. Váberes. Mindjárt kibukkan a fák mögül. Szegények ők is. Hogy járják a külföldöt mostanában, nem tudom. Egy külföldet, egy döt, mit tudom én. Szépen magyarul. Mindjárt piros lesz, ha narancssárga. Jó van, ezért tökéletes volt. Nem koptatjuk a fékbetétet, ha nem muszáj. Hát ez már a Nagykörösi út, jobbra a vasút. Előttem egy szabályos autós. Én meg mindjárt bekanyarodok itt a kanyarodó sávba. Az én kis kedvenc munkahelyemre. Hogy szerencsét próbáljak. Jöttünk idáig, mindjárt beengedtek. Itt vagyunk. Ez az igazi amerikai rezidencia. Nyissam már ki a pofámat tényleg, hát mindjárt elalszok. Vagy visszaalszok. Ide fogunk beparkolni. Hát ennyi. Ez egy reggeli munkába jövetel. Itt egy idegen típus, ez is eladó. Hát szóval van a neten, vagy kérdezzetek. Sziasztok!